Na hát erre a nagy díjra úgy jöttünk meg, hogy hát majdnem megelőztük az Aston Martin, tehát feljöttünk a szintjükre. Papíron, papíron, csak papíron. De hogy tényleg mi lesz akkor, hogyha megint történik egy olyan, mint ami Imolába? Erre kurvára nincsen megoldás. Nincs. Milyen megoldás? Hát hogy? Hát nem tudod beállítani. Nincs az, hogy időmérő, de nincs az, mint régen, hogy time trialba futsz néhány költ, és akkor van valami kalkulátor, ami megmondja, hogy mi az az ideális AI szint. Nincs ilyen. Ha jön az eső, akkor jön az eső, és vége, kész, borul minden. Ha nem, akkor meg ki tudja, akkor meg mi történik. Húha. Hú, és az esőt nem lehet kikapcsolni, ugye? Senki nem tudja miért. De nem lehet kikapcsolni. Hát... Azta. Na gyerünk. Ja, és mielőtt bemegyünk. Azért azt szögezzük le, hogy az autó az... Hát aerodinamikailag van némi visszalépés, ha jól látom. Karosszéria szerintem top. Hát negyedik. Még a Ferrarit is levertük. Motor első. Ezt mindenki legyorsult! De hát nyilván azért nem csak a motorerő múlik az, hogy mennyire vagy gyors, természetesen. Csak azért úgy... Na, érdemes észben tartani talán. Meghibásodást nem kapcsoltam ki. Nem volt indokolt. Végül. Ja. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts on the car, we'll just confirm spec. Egy pillanat türelmet kérnék. Gyorsan kiszadok és arankát elverem. Bevezettem a feszültséget. Szaladok, sietek, mindjárt itt vagyok. Fél pillanat. Temperatures meet somewhere in the region of 18 to 20 degrees.
Na jó van, itt vagyok már. Hát azért nem kell sajnálni a rankát. Jó van tartva. Persze, ugye elvertem most. Hú. Még most is nyűszít. Ne nyűszítsél te! Hát szégyeld magad! Ide hoztad nekem az előbb az alkoholmentes sőt. Mondtam, hogy fröccsöt kérek. Lányokat megetetted már pincébe? Na inkább azzal foglalkozzál. Szégyeld magad. Elegem van. Elfogyott itthon a szóda. Fröccshöz. Aztán... gyors le kellett ugranom a boltba. Azért voltam most ilyen sokáig távol. Hát itt Monte Carlo-ba. Van a kaszinó mellett egy HVC. Na. Hozom az e-sport beállítást ismét. Pro, hiper, szuper vadállat. Nagyon durva lesz. Ja, így van. Részegen Monakóba, Lászkászból hozzák, igen. Van. Na, hát milyen meglepő ez a beállítás. Nézd oda, 50-50. Na hát, ki gondolta volna? Azt a büdös. Gyerekek. Na ez. Ez kell. Erre vártunk régóta. Ez fogja meghozni a Jedi skillünket itt. Monte Carlo-ba. Aranka! Bocsánat. Kurva élet. Cserédesz ki gyors ezt a kávét, hát baszkir. Mit tesz oda ide nekem? Majdnem meghaltam. Istenem. Ez a nő engem egyszer el fog tenni lábaló, meglátjátok. Ha egyszer nem jövök majd 10-08-ra nyáron, akkor Aranka volt. Na jó van, menjünk egy fene. Right, the car's ready. Let's get it out there. Hoppa, Pales! Szia, Recterosaurus. Szia, Krix. Mi? Na ne! Mi? Azt a kurva! Ezt tudjátok, mit jelent? Na ne! Úristen! Ezt hogy sikerült összehozniuk, gyerekek? De ezt mégis... Hogy a...
csába gondolták, baszki. Ez mi? Hát ott még nem is tudom fordítani a kormányt. Te jó ég! Most tényleg részeg vagyok akkor? Lehet, hogy akkor most én vagyok a hülye? Hát lehet. De attól még... Ez ugyanúgy igazam van. Egészen biztos. Júj, ez a kanyar, ez komoly lesz. Konkrétan törés nélkül nem lehet majd kijönni a boxból. Ez azt jelenti. Jézusom. Most ezt még egyszer elpróbáljuk, ezt nem akarom elhinni, hogy ez tényleg így van. Pit assist. Hát de pit assist van. Hát itt még nem lehet fordítani a kormányt. Hát én bekapcsolom a pit assistot. Nézzük. Tehát ez képtelenség. We've had to spend time repairing the damage to the car. Hát most érdemes figyelni. De mozdítom balra a kormányt végig. Everyone ready? Így. Okay, let's go. És letöri, bazd meg! Vagyis neki megy ugyanúgy, de nem töri le! De nem törik le a szárny, de neki ment! Neki ment! Kurvára neki ment! Öcsém! Okay, no issues with tire wear for now. Keep taking care. Ez szimulációs... Töréssel? Sérüléssel? Hát ez néz is lehet, ja. Igen. Igen, F1-22-ben nem volt ilyen, tudom, nagyon jól, persze. Feature. Majd holnap a Day One patch. Így van. Hogy gyerekek, holnap 10:08 jövök, ugyanúgy, Day One patch, várjuk egész nap a Day One patchet, csak nehogy egy hónapig várjunk megint a Day One patchet, vagy Day One patchért. Ja persze, gyere lökjél meg, minden kapom az 57 helyes, figyeld. Nem? Nem. Jó. Csoda. Na jó, nyargaljunk. Amúgy jól néz ki Monaco, itt még nem voltunk.
Jó. Jó. Clear the garage, please. Car's ready to leave. Öregem, Mandinerből jövünk ki. Őrületlen. Neked itt letölte a szárnyát? Hát nekem is. Bekapcsoltam az összes pit assistot. És akkor most már jó. A pit assist miatt nem töri le, így van, igen. Úgyhogy Mark ez is megoldotta. Szép volt. Hát holnap országos péntek, igen. De nem most. Ez most más. Ez egy tanévzáros. Péntek, országos péntek. Igen, barál a kormány is egyenesen megy, igen. Igen, hát nem tudom. Program complete and a job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage. Nagyon jó vezetni itt. Nagyon jó, nagyon jó. Nincs ilyen, hogy day one patch. A day one patch az olyan, mintha egy dobókockával megpróbálná hatos dobni. Nem biztos, hogy összejön. Kurvára lutri. Tavaly például, ahogy említettem korábban, egy hónapot vártunk rá. Én úgy emlékszem legalábbis. Nagyon-nagyon-nagyon sokat, rengeteget. És amikor kijött, akkor meg így néztem magam elő, hogy most ez komoly. De mindegy, amúgy nem kell ide Dayvan patch, meg ilyen marhaságok. Fölösleges. Semmi nem változta szinte. Szinte semmi. Inkább csak rosszabb lesz minden. Ez egészen biztos. Na hú, ez, igen, igen, igen adja most ez a Monaco, ez, amúgy is szeretem nagyon ezt a pályát, de ez most valahogy olyan, azt a hajmeresztő, félelmetes vadállat, hú, jót éreztem, jó volt, így tovább.
stream végén próbáljam ki Vegas-t? Ha majd amikor jön, akkor majd kipróbáljuk. Legalább lesz egy plusz motiváció, ami miatt várom majd a szezon végét. Úgy vagyok vele. Amúgy persze, hogy szeretem. Soha nem volt rajta Forma 1-es nagydíj, de már szeretem. Nem azért, mert Amerikába játszódik, hanem azért, mert a vonalvezetés, hát... Maga az a csillogás-villogás, ennyi. Igazából felülem a... bárhol lehetne. Bárhol. Ez a nagydíj. Na. Én a mondó vagyok, hogy menjünk a kopott közepessel. Kíváncsi vagyok, hogy hosszú távon hogyan fog működni ez a közepes. Okay, engines fired up. We're set. Brazília? Hú, az még sokára. Messze van. Szinte utolsó nagydíj. Olyan hosszú a versenynaptár, szerintem ki se fog férni majd az eredmények parancs az... Vagy ki fogja tudni írni a bot? Hát majd meglátjuk. Mi ez? Mi ez a dadogás? Ne éges ki! Na várjatok, most a pit assist release az mi? Pit release. Akkor ezt kikapcsolom. Elég csak a sima pit assist, hogy ne törje össze magát az autó. Ez nem jó, hogy az AI hoz ki. Az már sok. Mert most is mi volt ez a dadogás? Ne dadogjon. Egyébként valami alkatrésze probléma van a váltó 61%-on. Hoppa. Hoppa, az meg. Csába, nem figyeltem. Betolom egyébként ezt a versenyt, persze, hát a félben nem szoktam hagyni nagydíjakat. Mindig letolom. Még szép. Igen, nem kell debug. Megoldom én a nélkül is. Na, gyorsan. Vagy legalább bekoptattuk még jobban a közepest. Hát szerintem itt azért lesz tempó. És hát kéne lennie. Kéne. Katarról sok jót hallottam. Szép, meg jó rajta benni. Hát ilyenre nagyon nagy szenvedés ez, Katar. Hát az... Hát az... Én azt a nagydíjt, azt legszívesebben nem is nézném. Az annyira... Fődegesít az a pálya engem. Kiszúrják vele a szemünket egy szarral, egy rakás szarral. Nagyon bosszantó. Ne, hát akkor mi ez a pit release? Most ne már! Mi ez? What the fuck are you doing? Come on! Hát elképesztő! Hát Vegas azért szerintem jóval másabb. Hát Katarban nincs előzési zóna, nincs előzési pont. Nincs egy féktáv. Csak mész. Hosszú nyújtott kanyarok, amiket ezek az autók utálnak konkrétan. Hát nem lehet egymással versenyezni.
Hát én ezért vagyok ilyen véleményen. De hát a pit release azt hisz, azt most kapcsoltam ki. Igen, a pit assist van bekapcsolva. Hát akkor mindegy, akkor majd menet közben kapcsolgatom. Versenyen legalábbis, hogy ne menjen ez az idő, vagy mit, nem tudom. Bár azért jó lenne begyakorolni a boxból való kijövetelt, és most bármennyire is hülye hangzik, azért nagyon könnyű ott törni. Milyen közel lehet menni a falhoz, bakker itt. Föl akarom akasztani magam egyszer a falon. Falra. Hogy tudjam, hogy meddig lehet ott menni. Mit csináltam? Hogy? Lepattogok az ívről! Későn húztam be az autót. Hát ez a, persze, ez a lepattogás nem volt belekalkulálva. Anyám, bazd meg. Ezt nem hiszem el. Emiatt töröm a szárnyam, és most... Aj, de kár ezért. Még sárga. Lehet, hogy ezzel még meg lehet csinálni. Jó van, ne bohózkodjunk itt ezzel szarra. Kész, ennyire tellett most aztán. Ez van.
Jó ez. Majd leszimuláljuk, hogy lila legyen, aztán ennyi. Szia, Energetik! To spend time repairing the damage to the car. Mi van még itt vissza? Aha. Jó. Akkor szerintem az lesz, hogy elkezdjük az időmérős tempót, ezt meg félretesszük, és akkor majd ezt később megcsináljuk. Vagyis megcsináltatjuk. 3-4, hát attól függ mondjuk, hogy ezt sikerül-e megcsinálni, mert ha igen, akkor minden oké? Standing by. Túléltük. Ismét. Gyorsan melegítsük föl. Amúgy itt lehet, hogy tényleg tudnék lejjebb vinni a fékerő elosztáson. Szia, Ácsi! Okay, that's the test over, but I'm afraid we didn't get what we needed. We're gonna have to run again. Fuck you! Nem volt egy rossz kör. Biztató. Legalábbis. Jó, így tovább.
És nem akadunk föl, tök bátran rárakom itt a kijáraton is, bejáraton is, tök jó. Elfér. Vagyunk itt meg, hoppá. Úgy azt vettem észre, hogy nehezebb letörni a szárnyat. Nem tudom miért van. De tényleg így van. Olyanokat kocsantunk mi már. Breaking pointba is. Hú, ott lehetett érezni nagyon. Bár ott nem tudom, hogy ott azt beállítottuk egyáltalán, hogy törhet. Holnap lesz stream, igen. 10:08-tól. Nem fognak menni. Szerintem nem. Hát... könnyebb kigyorsítani. Azt lehet mondani, hát itt... ja, igen, igen. Hát meg más minden pálya. Minden pálya más. Mint ami volt a 22-esben. Úgyhogy... másabb a kigyorsítás. Nem, pontosan nem tudom mi az a helyzet. Hát én a Breaking Point-tal játszottam. Ott ez egy egészen jól vezethető autó volt. Azt nagyon élveztem. Itt a My Team-es karrierben az autó az ugye elég rossz. És hát ilyen hát papíron középmezőny meg annak vége volt. Annak, tehát a középmezőny vége fele voltunk. Hát... fene tudja, hogy mi lesz majd ebből. Lehet, hogy a sima karrieres autó meg sokkal jobb. Nem tudom. iRacingezni fogok, persze. Hogy ne? Hát persze. Szuper játék. De hát a Forma 1-et nem tudja azért helyettesíteni. Ez a Forma 1, az meg az iRacing. Ettől nem lesz semmelyik se jobb, vagy jó, vagy rosszabb, vagy rossz, hanem csak ez van, az kész. Nehezebb megforogni például ebbe a játékba. Talán ezt így ki lehet jelenteni. Közben azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy most kellene... hát, időmérős tempó amúgy kell lenni fog nekünk, biztos. Azon gondolkodtam itt. Szerintem piszok jó a tempó. Brutális. Kurva jól lehet, irányt el az autót. Nagyon tetszik, nagyon ott van. Szinte megy magától. Nagyon, nagyon élvezetes. Csinálja, amit kell. Csinálja, amit szeretnék. Hullahopp karika, mit mondjak még? Óriási. Szia, Daniel. Szia, Flower. Miami-ban mi volt? Hát, hogy hagyjuk. Vagyis hát ne hagyjuk, hát nem tudom már egyébként, annyi minden. Aztán Imolába meg, Imola meg, aztán... hát nem tudom. Forma 1 pályafutásom egyik legkiemelkedőbb nagy díja volt. Komolyan. Hogy milyen ért, aztán hogy most fölfele, lefele, vagy milyen irányba? Jobbra-balra. Extra volt. Extra. Extra, maradjunk annyiban, hogy az extra volt. Na egyet sikerült teljesíteni. Az nagyon fasza. Hát most, itt van 3, 4, meg megint 4. Ez nagyon sok. Hát ez így. Hogy ezt elengedjük a francba? De mi az, hogy drive clean sektor? Mi az, hogy clean sektor? Mi? Hogy? Monakóba hogyan? Ne érjek hozzá a falhoz. De nem értem hozzá, vagy mit tudom én. Jó van? Megoldjuk. Szerintem megoldjuk ezt. Nagyon nem akarok erre ráparázni. Teszi a dolgát a Verda. Ezt időmérőn azért ki lehet majd itt puhatolni. Amúgy tényleg, Imolában ugyanez volt. Ú, jó minden, ú, de jó, ú. Aztán...
Jó, de ott... De tényleg jók voltunk azért. Egy darabig. Egy darabig. De addig nagyon, tényleg... Tehát... Olyan jók még nem voltunk, mint... Mint ott. And that's it. Practice is officially over. Until next time. Azért javítottak. Szemetek. Szák meg. Ha jó van. Hát Sittike ugyanúgy el lett verve, sajnos. Ez az autó, tudjátok, hol lesz még brutális? Ja, ott nem. Akkor mindegy. Na és akkor most szerintem az lenne a legmegfelelőbb. Picikét olyan, mintha valahova rohannánk, de szerintem azért nem. Én nagyon fontosnak tartom, hogy az autó fejlődjön. Úgyhogy ezeket csapkodjuk kifele. Igen, tehát a fontosabb dolgokat mindenféleképpen szimuláljuk le. És ha sikerül mindent leszimulálni, és minden fejlesztési pontot elhozni, meg... hát így már... Gyerünk! Ja, hát ez így... És beadta. És akkor egy-kettő maradt ki. Aha! Kettő bónusz. Hát én azért a kettő bónuszért leszimulálom a harmadik szabad edzést is, komolyan. Én remélem, hogy nem elbizakodottan megyünk így az időmérő edzéssel, de eléggé pozitív volt a Verda. Elég gyorsan rá lehetett hangolódni így a pályára, az autóra. Olyan az autó, mint Imolába. Figyeljetek, Imolába milyen fejlesztést hoztunk? Mert most itt Monte Carlóba ugyanazt érzem, mint Imolába. Csak most még jobban, még jobbnak érzem az autót itt. Mit hoztunk oda? Valaki emlékszik rá? Nem tudom, hogy mit hoztunk. Szerintem semmit. Hát semmit. Ezt meg is tudjuk nézni itt. Én úgy emlékszem, hogy megbízhatósági fejlesztés jött. A Ferrari-tól. Ennyi, kész. Tisztán emlékszek rá. De mindjárt itt lesz. Megnézzük. Hát ezzel nem értek egyet, Hofinyó. Nekem nem ez a tapasztalatom. Előfordul, hogy nagyon jók, de lehet nagyon, nagyon nagy meglepetéseket is okozni itt. De hoztunk Imolára fejlesztést. De mit akkor? De valamitől nagyon jó lett. De akkor ennyi, Pabli Amu? Akkor te is ennyire emlékszel? Hát de itt azt írja, hogy hoztunk fejlesztést, hát felfele... Ja, baszki, várja, nem jó. Aston Martin néztem. Akkor igen, igen, ennyi. Kész, oké. Jó. Viszont... Viszont meg kéne gondolni nagyon, hogy fejlesztünk-e. Mert itt lenne az ideje. Súlycsökkentés Kanadára. Hú-hú. Hát lassan repülni fog az autó. Még már ideje lenne. 228 pontba kerül? Jézusom. Hát ez nagyon durva. Hát ez meg is fog jönni Kanadára. Hát röhögve. Hát sőt, persze. Simán. 4 nap. Ja, hát hogyha valamikor elindítjuk, akkor azt most kellene? Vagy van ennél jobb fejlesztés? Légellenállás fejlődik, 2 nap múlva elkészül. Jó, hát ő mehet. Hát... Ha csak könnyen lesz az autó, már megérte rohadtul. És ez jöjjön meg minél hamarabb, ugye?
És akkor most... A leszorító erő... Hogyan legyen? Hát ezt ha most nem indítjuk el, akkor... Akkor ennyi. Robert Páté, köszönöm szépen neked a szurkolást. Köszi. Lehet, hogy túlságosan túl gondolom, de én lehet, hogy megvárom most ezt az első kettő fejlesztést, hogy hát ha balanszoltabb lesz az autó. Nem tudom. Tényleg. Hát ehhez nem tudom hány év kell, hogy rájöjjek, hogy érez valamit egyáltalán, vagy nem. Tehát, hogy most az elejét fejleszted, vagy esetleg a hátulját. Nem tudom. Na jó, várunk ezzel mindenféleképpen. Erőforrás csere. És akkor mehetünk. Szétszedhetjük a mezőnyt. Király. Nem. Imolára nem hoztunk semmit. Semmi. Fix, ez fix. Csak megbízhatóság. De az meg olyan volt, hogy... Ferrari intézte. Hoppá, ez meg már nulla. És erre kaptunk kedvezményt? Most itt az ibént? Nem emlékszem már rá, baszki. Na mindegy, jöhet az időmérő. És egyből megyünk kifele, nincs totoljázás. Hát ne basszák ki velem. Hát nem esik az eső. Ezt nem hiszem el. Az igen. Jó, megyünk egyből. Checks complete. Everyone be aware, we've got a car leaving the garage. Most ez mi? Hát letörj a szárnyam, baszki! Eddig meg nem törte le! Hát kezdem újra az egészet, hát ilyet biztos nem csinálunk. Azért ez azért, na. És mi van akkor, hogyha ezt a Q3 végén csinálja? Lehet minden első alkalom szárny. Ja. Az... Ja. Aha. Az lehet, Peti. Az egy okos gondolat. Kiderül. A szék vezet, igen. Az igen, Milán, köszi. És most nem sérül meg. De miért? Senki nem tudja. Néha jó, néha nem jó. Hát ez mi csinál? Olyan fele?
Bazzban. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. De lát, miért lát? Na jó van. Jöhet a Q2. Perez hát, ha összetöri a Q1-be. Így van, ezért is ijedtünk. Nehogy bajba kerüljünk. Amúgy igazad van, ugyanaz a szenárió játszódik le, és mégis máshogy törik. Amúgy, hát ezt is azért úgy lehetne firtantni bőven. Igen, igen. Hát hogy akkor most mi is dönti el? Hát hogy akkor két különböző boxból való kijövetel van? És mikor melyik jön össze? Jó, jó felvetés, nagyon jó felvetés. Tehát akkor van ebbe egy, az úgynevezett a híres RNG? Vagy RNG? Vagy így talán így ismerősebb lesz. Hát elvileg ugyanaz történik, szerintem is. És mégis van amikor, de mégsem. Ja. Igen. Milán, van nagyon kemény vagy. Azért ezt így rendesen oda tetted, oda bontad. Nem köntörfalasztál, ez igen.
Nem, futamon nem fog ilyet csinálni, mert ugye boxból való kijövetelné van ez, tehát amikor leparkolunk... De várjál, amúgy tényleg, mi van, hogyha versenyen emiatt probléma lesz? Hát én lefordulok akkor a székből, az biztos. Mert elvileg történhet, tehát lényegében... Hát itt előttünk fog zajlani az esemény, és akkor innen így kipark, kihúzza jobbra, élesen, és balra. Hát ott a fal ugyanúgy. Ugyanúgy élesen jobb. Nem kapcsolom be a flashbacket. Dani pedig az kellene, de... Csak azért se. Nem essünk egy jót és fájjon. Komolyan mondom. Megoldjuk még úgy is. Megmutatjuk, hogy... Nem vagyok, nem leszek ideges, ne aggódj már. Ne aggódj. Fittipaldi meg 21. De hogy? Föl lett tartva? Hát lehet mondjuk. Mikor az első szektor a bakker mekkora volt te? Hú, középsőben mit kapott? De nem csak a középsőt, hát... Ja, várj, de hülyeséget beszélek. Nem mindenhol lassú volt. Jó, szerintem pörögjünk előre és Fittipaldinak szurkolunk. Aj, Enzo, Istenem. Nagyon gyenge ez a srác. Na, gyerünk. Szurkolnék már neki. Na, azért már azt hittem, ki sem megy. Hát ne bohózkodjunk. Hát a nagyon... Ó, hát végig se tudjuk szurkolni. Enzo. Hát a körének a felét végig tudjuk szurkolni legalább. Talán az első kettő szektort... Mennyi nyomjad, már nem érünk rá! Hát nézd oda, nézegelődik. Első kettő szektort látni fogjuk szerintem. Na gyerünk! Hát egy 18... 8-as szektor azért az már illene tőle, nem? Ez az vadállat vagy. Mi? Te jó atya úristen! 18-7-71! Hogy a... csába? Hát lehet, hogy kiesünk. Hát ha ő ennyit javít, akkor többiek mennyit fognak? Fölmagadat, bármi van, passz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Király, nagyon szépen köszönöm neked a feliratkozásod. Nagy tartsulat kívánok neked, köszönöm szépen. Hát ez meg lesz neki a továbbjutás, te. Hát ez mi? És... Sittipaldi! 17. Hát ezt nem hiszem el. Hogy? Az egy pillanatra láttam, 17. Hát szerintem az... Az 17 lesz, akárhogy nézzük. Pedig majdnem erőből bejutott. 34 ezreden múlt. Ez nem igaz. Francba vele. Tényleg. Most ilyenkor mi van? Kirúgjam? 34 ezred? 9 ezred! Az mikor is volt? Na jó, van, menjünk közbe tovább. Hát szoros nagyon. A második helyig. A második helyig nagyon szoros. Na, menjünk.
Na végén szarrá törjük magunkat, aztán majd utána meg itt földhöz verem magam, hogy úristen! Micsoda eredmény! És sehol az eső. Jó, megyünk egyből, nehogy itt megparádézzanak. Hát bazd meg! És letöri! És letöri! Istenem! Hát a jó édesanyádat, de komolyan. Nem tudom csinálni, hát... Lutri! Orosz rulett! Baszki! Fuck you rulett! Hogyan mondhatom a neved? Aishotel. És letöri ugyanúgy! Hát fuck you! Nem is tudom már, ez most így már... Ujjujjujj. Ez már jövő évi szárny, igen. Ez olyan, mint amikor egy társas játékban folyamatosan hatos dobsz. De háromnál többször soha nem dobsz zsinórba hatost. Ugye? Úgyhogy jöjjön a ráadás. Most működni fog, figyeld! Na mibe fogadunk? Amúgy simán körbe vehetnék, és visszajöhetnék, de... De mi volt, hogy ez még egyszer megtörténik? Hát én ma lehet, hogy hatos dobnék mondjuk golyóval is. Hát ez hihetetlen. És megcsinálom. Hát ez hihetetlen. Hát ez... Most... Mi a meg... Nyugi. Na még egyszer utoljára. Várjál, közben valamit más csinálok, mit tudom én, szétnézek a boxba, kattintgatok, hátha változik az algoritmus. Köszönöm szépen, olasz! Köszi! Hát nézelődtem. Jaj, de jó minden, szép a boxunk, igen. Na, most biztos jó lesz. Amúgy ki is lehetne repülni a boxból, és akkor nincs ez. De hát... Akkor jobban kopik a gumi, meg... Na mindegy. De most... Most ez hogy? Hát eddig meg működött, most meg már nem működik. Hát akkor most mi van? Most akkor kikapcsolom a pit assistot. Hát egyébként ebből a végén tényleg a kirepülés lesz. Hát akkor ez semmit nem ér a pit assist. Slószart se. Ez nem segít, mégse. Na! Vagy, másik light gumit kéne kipróbálni. Szerintem ezzel kicsit hogy máshogy zögykölődik az autó. Tuti. Tuti, hát ez nem vicce, erre is gondoltak. Feature. Mindjárt. Ezzel még most koccanás lesz. Na. Jó van. Ugye? Ugye? Csak meg lett.
És elsőre... Ez elég sima kijövetel volt. És esik. És miért laggoltam előtte? És jó, jobb volt a Q1-eshez képest. És most kezdett el esni, úgyhogy ez szerintem... Ez szerintem röhögve megvan. Pedig itt ezt nagyon elrontottam, itt nagyon azért egy két tized elment szerintem. Vagy egy, ha mondok egyet, nem mondjak olyan nagyot. Nem éreztem amúgy belőle ezt a kört, úgyhogy okay, itt javítani fogok. Ez nagyon esik, te jó ég. Aszta! Hát ez már Inter. Huhú! Leszakadt az ég! És akkor most meg tudjuk nézni, hogy hova fogunk beállni. Na ez érdekes lesz majd a versenyen. Ide beállunk, és jobbra majd ki fogja kormányozni. Hát itt fixen letöri a szárnyát majd. Vagy hát koccanás lesz, aztán hogy most... Törik-e a szárny vagy sem? Hát majd kiderül. Na és hát azért nem is tudom. Jó, minden, most így utólag nyilván azt lehet már mondani, hogy mindegy meg lett volna a gyors kör. Csak maximum annyi eltérés lett volna, hogy lehet, hogy az utolsó néhány kanyarba már esik. A repülő rajt az valamivel lassabb talán vagy. De mondjuk elég lassan jöttünk, szóval. Akkor mindegy. Semmi. Az úgy nem jó. Kikapcsolom a törést. Ha megyek, akkor sérült szárnya, hát most nem probléma. Mentünk már úgy sokszor itt. Ez... Belefér.
Na, pörögjünk előre. Első körben futamon boxoljak, hogy törik-e tesznek. Ezek után teszteljek? Első körbe? Megérné? Hát figyeld meg, nem törne. Éles körülmények között meg törne. Ez biztos, hogy így lenne. Mi befogadunk? Elfogadjunk inkább. Ma nincsen szerencsém. Na gyerünk. Úristen, hát nézd meg, jaj de jó, úristen. Kiesik Russell, Red Bullos Perez, ez nagyon jó. Hát ez nekünk nagyon jó, hát két riválissal kevesebb. És akkor most jön az eső. Hát, esőbe még nem mentünk. És most még száraz a Q3. Nem, dehogy is, olyan még sose volt. Esik. Hihetetlen. Hú, valami van. Aha. Menjünk ki. Gyorsan. Take it easy to start with, the track's very wet. Igen, hát itt lassan a... Lassan esőgumi fog kelleni. De, baszki, narancssárga! Narancssárgára töri, bakker! Hát ez sok! Ez tényleg sok! Hát ezt nem hiszem el. Újra. Ráérünk, nem? Látok gumit! Ez kevésbé... Tudom én. Nem tudom. Hát ebből lehet, hogy flying lap lesz, igen. Egy utolsó próba ez. De, vagy mi? Fordítsam balra a kormányt? Vagy mi? Nehogy már ne tudja kijönni. Vagy hogy tudjon. Na, most balra, így tépen balra, így elfordítottam, kész. Most jó! De az előbb... Hát ez hihetetlen. Most nem értem, mitől lett ilyen rossz ez. Sok az eső, túlcsúszik. Lecsúszik a rögzített pályáról, a sínről. Na jó. Repülünk. Hú, ez nagyon esős, azt a kutya.
Ez az. Ez lehet, hogy Paul. Weather report. These conditions don't look like they're shifting. We're predicting at least 20 minutes of heavy rainfall. Inters look like the best tire for now. We've only got two laps of fuel left. Fú, ez már nagyon esik. Életveszélyes. Hát nem tudom, most mennék szívesen, mert jó érzés, de... Ne menjünk, megtehetjük. Kijöttünk egyszer, az megvan. Mindenet abba egyszer, mint régen. Hagyjuk. Hát meg ne törjön több szár, így van. Tényleg, ami most akkor lenne baj például. Hát de nem, akkor. Akkor... Szóval, hogyha az lenne, hogy elkezdve száradni, és ki kellene még önni, hát akkor muszáj lenne repülő rajtozni, persze. Szerintem. Na, ez jó. Változik a körülmény. Valami történik a pályán amúgy. Szerintem... Ah, igen, egyre vízesebb. Igen, itt látszódik, hogy csökken a delta. Szép lassan, de biztosan. Hát itt kizárt, hogy javítanak szerintem. Már nyilván most nehéz, mert izgulok persze, de... Ha kizárom, akkor szerintem... Ez kurvára pole pozíció. Ütös nagy polpot! Ezt ha megjavítják, unistan! Hát azért nyugtával dicsérjük a napot. Persze. Tartsuk nyitva a szemünket. Tehát ez egyre vízesebb, nézd meg, egyre vízesebb. Hát itt esőgumival fognak kimenni. Ez biztos. Hát ez gyerekek. Pole position. Hát ez nagyon. Ki se jönnek a boxból! Ott van! Úr ég! Hát azért az Imola után, mint egy falat kenyér, úgy kellett. Jól mondom? A jó édesanyját azt. Kelekóla időmérő, meg lett. Ilyen sima monakói időmérőedzés még szerintem soha nem volt. Soha. Soha, de soha. Bám! Gyerekek, megjöttünk! Hát, rohadtul megjöttünk! Óriási! Jó. Ez egy szimpatikus eredmény volt. Megkapták a magukét. Kurvára. Depala, Hamilton and Charles Leclerc. Qualifying complete, all that remains is the main event. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us. Köszi mindenkinek amúgy, köszi. Tényleg, nagyon. Na, gyerünk.
Hajrá. És akkor most egy motorcsere. Csak ennyi hírnév növekedés. De hát Monte Carlo-ba időmérőt nyerünk, bakker. És csak ennyit megy föl. Hát mi kell ide? Győzelem? Hát az... Figyeljetek, Imolából kiindulva... Monte Carlo, ide vagy oda. Tudjuk, hogy itt azért mennyire nehéz előzni. Majdhogy nem lehetetlenség. De én Imolából kiindulva nem lepődnék meg, hogyha itt esetleg valahogy megelőznének. Nem tudom, hogy hogy, de... Nem lepődnék meg. De tényleg, nagyon-nagyon nem. Állítólag nem fog esni. Azta. Hát ez óriási. Óriási. Becsüljük meg mindenféleképpen. Nem lehet úgy, nem csináljunk úgy, mint... Nem is tudom, Imolában, amikor megírogtunk. A, nem tudom, hogy melyik körbe. De nem azon múlt egyébként a végeredmény, mint ahogy az lett volna, ami történt. Mindahogy. Na, hagyjuk a motorhibát. Hagyjuk, hát Na. Ez veszélyes vizeken vagyunk. Szerintem Addig forduljunk sarkon, még lehet, még nem késő. Nincs ilyen, hogy motorhiba. Szépen befejezzük a versenyt. Egészséges erőforrással, autóval, mindennel. Szép, egybe lesz minden. Nyerünk. There is no greater an occasion, no more valuable a win than the Monaco Grand Prix. The astonishing Circuit de Monaco is for all intents and purposes virtually unchanged since it's van olyan oldal, ahol lehet így nyomtatni lényegéért pólóra, és akkor megcsinálták Levente. Ennyi. The 19 corners past the casino along the seafront remain as thrilling as ever. A 2.1 mile lap here takes us around an entire. Ha kíváncsi vagy a részletekre, akkor csak akkor fogok válaszolni, ha Alonso-s pólót szeretné csináltatni. Ha nem, akkor nem. Nem, amúgy sehogy sem válaszolni. Ezzel küldenék egy pár extra lóerőt, elég erősen tudom fújni a masinát. Köszönöm szépen, Arax! Nagyon szépen köszönöm neked a 45. hónapot! Köszi szépen! Hamilton! Megbüntették! Bottas! Fittipaldi! Stroll! Albon! Tsunoda! Borzasztó Fittipaldi! That's it then. It's time to go racing. Nem tudom, hogy más mennyire lenne gyors. Tehát Porsche-r valamivel gyorsabb lenne nála, az biztos, de... Hát... Biztos ez. Janus, hogy nem. So with a cold track surface, it's going to be harder to keep those temperatures up, which will lead to lower grip and maybe more mistakes. Ja. Világos, Peti, köszi. Igen, ott van egy ilyen. Ja, trükkös. Igen. Nem hiába hívják Sitti Paldinak. Hát így van. Hívjuk! Ó, azta. Színes, nagyon színes. Közepes, kemény. Úristen. Mivel menjünk? Ki jön mögő nem? Ez nagyon fontos. Leclerc Alonso. Ájjajjaj. Hát akkor... Akkor valószínű, hogy nyomni kell majd egy darabig. Hát ezt igazából le kell hozni törés nélkül, aztán... Szevasz. Tavasz. 46,5 kiló elég lesz, biztos. Hát jó, azért nehogy már ezen megy. De amúgy, ha kell spórolni, akkor tudunk, nem probléma. Vigyük lejjebb a francba. 40, valami szép számot találjunk. Így, ez jó. Ez jó. Ez jó. Kis pinusz nem árt.
Hát szerintem rajta jön közepessel, nem? Vagy keménnyel? Hát azt eltötypörgök én azzal. El leszek. Hát nem probléma. Szerintem nem lesz ez olyan nagy gáz. És akkor legalább a második... Mert arra kell nagyon figyelni, hogyha esetleg nagyon tapadnak ránk a mögöttünk lévők, akkor valahogy majd le kell őket rá... Nem tudom, hogy rázzuk le őket, de... Valahogy le kell rázni őket majd. Mert itt ha korábban jön ki esetleg az a versenyző, aki ránk van tapadva, megelőz. Fixen. Közepes. Kemény. Hát úgy megyünk, mint Verstappen. Kemény gumi. Kemény gumi, mert látom, nem izgultok, úgyhogy kicsikét rátok hozom a szívbajt. Kemény gumi kell ide. Valami izgalom azért legyen. Így van. Hát faltól falig persze. Hát hogy máshogy. Hát úgy körülbelül így. Vagy itt már figyelmeztethet, hogy boxkiállás, vagy mit tudom, valami ilyesmi, vagy... Ja, itt már nyilvánkoljon nyugodtan. Igen. Mert azért szeretném a közepest megragadni, mert hogyha óriási gáz van, akkor legalább a közepesnek az eleje hipergyors lesz. Mert elkocsikázgatok keménnyel, hát fogunk tudni rajtolni jól. El lehet rajtolni, hát hiszen itt van a szomszédban a féktáv, tehát köpés. Mi van, Csíra? Hova? Report, Leclerc! Report! Ja, gyerek, ha nem érsz rá, hova sietsz? Megy a buszod? Bakegér. Hát de nagy képű. No threat of rain for the time being. Conditions look good. Üzemanyagot? Hát, ha nem probléma, akkor igen, persze. Igen, majd megpróbálom úgy állítani akkor, hogy lehessen látni faszán. Parking there, mate. Let's make sure we get the edge on the surrounding drivers as the lights go out. Okay, so that's the rest of the grid forming up now. Be patient and watch for those lights. Okay.
Ha jól látom, akkor sok üzemanyagot hoztunk, nem? Vagy nem? Mindegy. Hoppá. Azért ennyit nem kéne benne hagyni. This lap, you can use it when you're within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Üzemanyag jó lesz, ha jól látom, ugye? Köszi! Retiring the car. No, safety car. Hát nehogy piros legyen. Ő az viccnek is rossz.
hamar leforog a hármas bakker. Köszönet.
a picsába. Driver behind. Leclerc is behind you. Okay, the gap behind is 2.7 seconds. They're on old mediums. We think they've got one more stop. And the time last lap was a 1 minute 0.7. Gap behind is 3.4 seconds. Okay, be aware, the grip levels are going to start falling away soon. Meghalt a gumi, baszki. Azért így hosszú...
Van, de hosszú távon jobban bírja a kemény. Látszódik, érződik. We're approaching the pit window and you're going to be on mediums. Okay, so the gap to the car behind is 3.4 seconds. Driver behind. Leclerc behind. Okay, push. Gap to the car behind. 3.4 seconds. They're on old mediums. Okay, they've done 15 laps on those tyres. We think they've got one more stop. Your last lap time was a 1:15.5. 15.5. 15 jött, azt a kurva. Jó, mondjuk mi nagyon rossz kört jöttünk, azt én. Ennyire azért még nem rossz az a gumi. Hoppá. Safety car. Monte Carlo-ban van safety car amúgy egyáltalán? Idejét nem tudom megmondani, mikor volt itt utoljára safety car. Track is clear, green flag. No, safety car. In this lap, in this. Az itt nem piros zászló, baszki. Megijedtem a pit window-tól. És öregem, Leclerc még mindig megy a közepes gumikon, tehát lehet, hogy lágyra megy. Mindenféle indok nélkül. Megköszönném, ha utána néznél ennek, mert eddig konkrétan alig írtam csetört, csak búszolni jöttem, és jól érezni magam. Elég nevetséges, legalább egy indokot kaphatni. Köszi! Rendben van, páva. Köszi. Köszi a támogatásod. Utána nézek mindenképp. Okay, car behind trailing us. 7.9 seconds. Box. Milyen kört jöttünk most legutóbb? Jó kérdés, mi? Lenne törjék a szárnyam, bazd meg.
Köszi Gergő, köszi. That was a fantastic stop, faster than we were expecting. That was our last stop, no more scheduled pit stops, let's go. Okay, Enzo's coming in for his stop. Ezt már csak haza kell hozni. Van előnyünk, gumi előnyünk. Szép nyugodtan. Szia, Buresz! Tudom, valami fejpántot kéne fejemre rakni, bakker, hát... Néha már nem látok, baszki. Úgy megzavar. Esik az eső. Igen. Gap to the car behind. Car behind. 3.0 seconds. Lószándékkal kiavítottam emberünket, én is itt tanultam meg. Az, hogy te Matesz másodjára is azért bannolt meg, idézem, nem kéne kételkedni a moziban, eléggé isten komplexusos. Ameddig nem írtam DC-re indokot se adtál, nem kéne visszajönni a karddal. Ez az, ezt már szeretem. Gyerünk. Jöhet a következő Twitch dráma. Végre. Végre lesz is hozzá közöm. Nyomjuk. Nem most viccet félretéve. Írjál rám nyugodtan, Pávla, ha gondolod. Aztán beszélgetünk. Nagyon nem tudok mit hozzáfűzni. Sajnos nem láttam semmit. Köszönöm szépen a támogatásod. Ja, jó, van azért jön az üzemanyag is. Imre! Nem vagy százas, komolyan. De ez nagyon jó, amit írtál. Így van. Éljen a párt. Istenem. Na jó van.
Imre, nyugodjál meg, légy szíves, mert ha összetöröm, akkor biztos, hogy rá fogom kenni és lebandolnak. Pár másodperc, persze. Mi van, basz fel egy napszemüleg, egy rukki, a gázpadlói rukki, a kurva anyag, ha jön a lemez. A kompresszor, hogy is jobban szívünk bármelyik csajod. Mechanik, nagyon szépen köszönöm neked a feliratkozásod. Köszönöm szépen. Nagy tapsikat kívánok neked. Lassú vagyok. Hát lassú vagyok, hát persze, nem sietek sehova. Hát az volt a terv, hogy első etapot megnyomom, mint az állat. Utána meg sziesta. Hagyjon jön, nem probléma ez. Majd ha nagyon kell, akkor rálépek a gázpedálra. Hoppá. Hát ez Monte Carlo. Itt az alibi... Az alibi... alibizésnek az otthona. Hazai pályám. Nem azért, hogy itt elkomolytalankodjam, de hát gondolni kell holnapra is. Ha mindent kiautózok magamból, holnapra mi marad? Nem szabad. Fölösleges. Úgy gondolom, hogy aki lát, a nagydíjjal együtt él akár, látta, hogy láthatta, hogy bombaforma volt. Itt nincs kérdés. Holnap pihi. Milyen pihi? Dehogy is, ha nyár van. Nincs pihi. Pihi. Itt pihizek. F1 maraton. Hát hogyan lenne pihenő nap holnap? Dehogy is. Pihenő nap. Bence, hol észte? Hát nyáron nem szoktam én semmit se csinálni. Tavaly nyáron voltak szünnapok? Hát max, amikor elmentem nyaralni. Kaszinó országba. Megfuttattam a lányaim. Voltak. Dehogy voltak. Persze. Tényleg. Lehetetlen. Ki van zárva. Tényleg volt. Nem volt személy. Na, köszi. Köszi Spanyolország. Tényleg ez volt a taktika. Hát én úgy voltam vele, hogy abszolút egy gumi előnyünk lesz. Kiautózunk mindent a kemény gumiból, all in a keményre. Bejött egyelőre. Szép, nyugodtan. Óvjuk a hátsó tengelyt. Tengelyen lévő gumikat. De lehet, hogy legfontosabb legyek. Szóval megtoltuk a kemény etapot. Kiautóztunk magunknak egy kellemes boxkiállási előnyt. Aztán most itt vagyunk és élvezkedünk. Élvezzük ki minden pillanatát, mert Imolába azért én úgy gondolom, hogy hát szinte azt lehet mondani, hogy lejöttünk az életről. Annyira durva volt az a nagy díj. Sajnos. Baromian élvezetes itt vezeti Monte Carlóba még mindig. Ez a játék, amely különösen, most viccen kívül mondom. Aha! Ha inkább mentek egy gyorsan. Janus ez a lag. Ujj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 
kormányba.
Üzemanyag szépen visszajött. Hát baromian jól lehetett nyomulni itt, baromian jól. Én nagyon tetszett ez a hajdi, bár még nyilván nem szép dolog úgy beszélni róla, mint hogyha már vége lenne, de... Ez elég kockázatos is így beszélni. Hát 50-ese van rakva a force feedback. Ilyen erős kormánnyal még sose játszottam. Sehol. Kurvára kemény. De valahogy egyszerűen nagyon jó érzés. Annyira, hogy múltkor, amikor szuperautóztunk és kimentem, dobtam egy fantát, hozzáért az alkarom a bázishoz, és éreztem, hogy meleg volt. Nem forró, csak meleg. És ilyet még soha nem tapasztaltam. Pedig azért én úgy gondolom, hogy iRacingben azért elég kemény szokott lenni a force feedback. Ez a Monte Carlo-i aszfaltsík is tök jó lett, gondolom. De hát nyilván az a boxból való kijövetel, hogy 25-ször letörtük a szárnyunkat, az nagyon durva. Az szerintem az egészen elképesztően durva, hogy ilyenre nem gondoltak. És ami még durvább, kapaszkodj meg, hogy volt olyan, hogy letört, és volt olyan, hogy nem tört le. Na most akkor mi van? És ez egy offline játékmód. Nincs desync meg ilyesmi. Mert ez például egy multiplayer szerveren, ha mondjuk egy autókontakt, két versenyző ütközik, akkor hát ilyen fura körülmények vannak, nagyon-nagyon hasonlít két helyzet. Két szituáció, akkor általában azt szokták mondani, hogy deszünk. Ez kész. Tehát ennél egyértelműbb helyzettel én még soha nem találkoztam a Forma 1-es évek alatt. Soha. Tehát itt lehet, hogy van valami ilyen RNG-szerű cucc. Nem? Hát mi mással lehet magyarázni? Egyszer letörik a szárny, egyszer meg nem. Fél gőzzel megyünk, és nem bír jönni utánam Lökler. Ez egészen elképesztő, döbbenetes, és nagyon jól esik. Örülök. Ez az. És rajt cél győzelmet arathatunk. Hát, ha ez bekerül a versenynaptárba, a vitrénünkbe, hát ez a második dobogónk ebbe a szezonba, bakker. Nyilván az azeri dobogót azt elvették tőlünk. Megóvtak bennünket, szabálytalan volt az autónk. Fogalmazzunk ilyen diszkréten. Mi az a Grand Slam? Az csak teniszben van, nem? Charge is high, let's use that overtake button a bit more.
Kéne a leggyorsabb kör. Baszki. Fastest lap is a 1:12.8. We don't currently have the data for that request. Behind by 4.1 seconds. Kurva is támulját. Jó, ezt nem lehet megcsinálni. Nagyon túrtam át az autó az elejét. Meg időben kellett volna ezt megcsinálni, basszus. Kár érte, kutya fáját. Nagyon már lecsúszkált az orra. Nagyon sok helyről. Elég kockázatosnak éreztem. Hoppá. Hát most már igen, ez a 20% feletti gumi. Már elég csúnya szokott lenni. Nem töröm össze, nem szokásom. Ugye miért csak akkor van Grand Slam, amikor minden körbe vezetsz? Hát az a tiszta rajtcél győzelem, nem? Más néven. Ez csak rajtcél győzelem. Igen. Én így tudom. De a Grand Slam meg... Lehet, hogy... Nem, még soha nem hallottam így Forma 1-be a Grand Slamet. Még 5 kör. Mamma mia. Én csúrom víz vagyok. Beesett az eső. Tehát a fékpedáltól meg olyan lesz nekem a talpam baszki, mint azoknak az embereknek, akik egész életükbe mezitláb mászkálnak, meg tüzön mennek. Hát már nem bírom behajlítani az ujjaim. Gyerekek! Úristen, nagyon... Húh! Hobbit. Igen, hobbit. Hobbit leszek.
Verstappen most spanyolba csinált egy Grand Slamet? Aha! Ezt amúgy elkezdhetnék számolni is. Érdekes lenne. Erről nincs valami mutató? Valami statisztika, hogy ebbe ki a legjobb? Ebben úgy szerintem vagy Schumacher, vagy Vettel. Hát vagy Hamilton, ja, ez a három. Hamilton? És hogy, milyen sorrendben? Andy, hagyjuk, nem. Szegény, sajnos nem. Míg a többiek domináltak, ő addig a mezőnybe brillírozott. Míg a többiek domináltak az űrautójukkal, ő addig a szarkupacsal. Szarkupacból csinált a két kezével, meg a két lábával űrhajót. Jó mondom? Vége? Na gyerekek, Imre, hol vagy? Hol vagytok, fiúk? Hát nem igaz. Éljen a párt. Tessék bólogatni hevesen. Sisteregjen a levegő a bólogatásoktól. Meg a nagy nyelvcsapásoktól. Éljen. Három van Verstappennek? Aha. Landinak is van egy. Ó. Jó, hát két világbajnoki címnél azért. Ez a minimum valahol. Hát akkor mi Borrello? De hát nyilván észre kell vennem azt, amit írsz. Nem igaz. Ezt mindjárt összetöröm. Nem baj, ma még úgyse bannultam. Még tegnap se. Kezdem rosszul érezni magam. De Jim Clarknak van 8, Hamiltonnak meg 6. Aha. Csak 6. Hát szégyelje magát. De most tényleg, ami csak 6? Mi a fene? Jézusom! Hát gondolom, nem volt prioritás. És akkor a Grand Slamért adott volna valami achievementet, vagy valami bónuszt? A játék vajon? Hogy ezt ilyenkor hogyan kezeli? Schumachernek meg 5. Ó. Szegény. Nagy ne... Mi? Hát, de látta mindenki, hogy lag volt. Lag volt. Biztos, hogy nem töltöm visszaventést. Olyan nincs. Jézusom. De látta mindenki, hogy belagolt. Remélem, látszolódik a streambe is. És mindenki hülyének fog nézni. Nem fair, ha nem nyerek most. Laggolt. Jó.
Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Come on. Final lap. Final lap. Push, push. Got one lap of fuel remaining. If you continue to cut corners, the stewards are going to give you a penalty. Be careful. Fantastic driver! Ott van! Fantastic! Amazing! Bassza meg az anyját! Well done, mate! Ez az! Kurva anyját laggoljon! So after a day of mixed fortunes up and down the field, we bring today's race to a close. Csak megoldottuk! Well, time management. Ez az! De ilyen kellek hol a győzelem amúgy! Belerondít ebbe a gyönyörű teljesítménybe, de komolyan, hihetetlen. Nem volt kérdés! Nem volt kérdés! Nem volt! Kész! Here comes your top three, making their way down to köszi the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Istenem! Ez kurva jó! Ja, Istenem! Ez de jó volt! Úristen! Jaj! Pácska. Ezt a pezsgőre az aprót megtartd meg. Köszönöm szépen, olasz! Köszönöm mindenkinek! Óriási! Óriási! Holnapra fönt lesz az Nvidia driver. Remélem megoldja ezeket a dolgokat. Hú, örülök. Nagyon jó. Óriási. Nagyon szuper. Overallon sajnos nincsen szponzor. Nem. Nincs. Nem tudom miért nincs, de nincs. Let's see what the result has had on the driver's standings. Well, it wasn't the best weekend for our championship leader, and their advantage at the top has been reduced. After an incredible day of racing, who is the driver of the day? Often my go-to would be a driver who's managed to pull off an especially impressive feat during the race. Ebben beszélünk mindenféleképpen. Köszönöm szépen neked, Pavel. Solid, clean driving throughout the event. Let's move on. Egy tized, de jó ég! Leaders who lose ground at the top of the table. Még hogy van, nincsen szerencsém. Nem olyan régen ezt mondtam. Hát akkor ez mi? Úristen. Ó, bakker. Hát ez... Örülök. Ez egy nagyon, nagyon jó verseny volt. Nem olyan verseny, nagy díj. Minden a helyén volt. Domináltunk konkrétan. Szabad edzéseken. Úgy mentünk, mint a rakéta, időbérőn, mint... Kimentünk a Q1-be egyszer. Egyből megfutottuk az első... Tehát talán a leggyorsabb időt futottuk meg már a Q1-be. Nem vagyok benne biztos. Q2-be egyszer kimentünk, megvan. Q3-ba egyszer, megvan.
Elrajtoltunk. Megvan. Első kanyar, gyönyörűen, fölényesen, gyönyörű rajt. Végigmentünk. Hát most jött itt ez a... marhaság. Ezt is megoldottuk. Őrület! Anyám, nagyon jó. Ez... pöpec, nagyon pöpec. És azon gondolkodom közben, hogy van-e valami olyan dolog, amit úgy... érdemes lenne megnézni, de... jó volt a beállítás. Megérdemlek egy nemzeti színű válveregetést. Köszönöm. De nagyon jó ez az öröm, nem? Ez nagyon jó. Istenem, ez kicseszettül jól néz ki. Emiatt azért csak megérte azt a 60-80 eurót, nem? Na, ugye? Hát azért ez magáért beszél. Csak hogy kicsit fokozzam a kedélyeket. Azta. De jó, de hát ez most így kellett. Nagyon jó, nagyon jó. Hibátlan konkrétan, azt is lehet mondani. Tehát olyan volt a lag amúgy, hogy ahogy bele lehetne kötni, hogy de hát nem kellett volna fékeznem, vagy valami ilyesmi. Olyan volt, mintha... hát mondom, ez bazeg kifagyott. Mondom, egyből első gondolat, na mondom, de jó, kifagyott, de jó, hogy mentettünk. De nem, hál' Istennek nem. Úgyhogy... meg vagyunk, kérem szépen. Igaz? Az biztos. Oké, nagyon szépen köszönöm neked a szurkolást. Ja, highlights. Basszus. Közben nézed, az alkatrészek is csődöt mondtak, mármint a mérnökök. Gyönyörű. Á, nem vettem észre. Jogos. Highlights-ot persze, hogy nem jutott eszembe. Ilyen marha voltam. Jogos. E-mail. És akkor nézd meg. Első serlegünk. Monte Carlo-i. Hoppá! Hoppá! Alonsóra mikor lesz pénz? Hát, ha minden jól megy, akkor pont lesz rá annyi pénz, amennyi kell. 6-7 múlva. Lényegében. Hát most itt az egy 6-7 nagy díj körülbelül. Igen. A highlights-ot játék után is meg lehet nézni? Ja? Na. Akkor megnézzük. Most megnézzük egyből? Vagy először rendezzük el a... na, elrendezzük így gyors a karriert, és akkor... itt az aktivitást. Hát... Podium Celebration Party. Az igen. Menjen! Persze menjen. Hát ez, hogy első dobogónál. Ez a minimum. Zseniális. Gyorsan kicseréljük az... opa. Az erőforrásokat. Nehogy itt valami... szarkavarás legyen. Turbóból nagyon nem szeretek berakni már ilyen 40%-os sem, mert befolyásolja a nyomatékot kigyorsításnál. Nekem az a tapasztalatom. És ezáltal egy rossz nyomatékrendszerhez szoksz hozzá. A szabad edzések alatt. Aztán időmérőre meg... kapsz egy jó turbót, aztán azt érzed, hogy úristen, hát ez bazd meg, ki akar fordulni alólam, mert ez mi ez? És ez mi? Nem jó. Meg kell szokni a normális nyomatékot. Na nézd, oda azért fejlesztettek ám itt a okos tónik. Na ez azért csak elkészült. Állj meg! Ide nem akartam bemenni, bazd meg. Fuck you, autocross. Hát figyelek én már, gyerekek. Nem lehet már kibabrálni én velem, hát látok, tudok mindent. Úristen, miért laggol így a játék? Mindegy, kibírjuk ezt.
csapat megvan. Bazd meg! Mi? De hát itt mennyi időt halmoztam én föl, te? Mi ez? Ez bugos. Hogy lehet itt ilyen kört menni? Vagy itt 10 szeket ad? Ja, vagy mi van? 5. 20 szeket szedtünk össze? Az anyja 700-át, akkor nézz oda. De ezt a laggot szüntessük már meg legalább. Hát most mi ez? Meg van hűlve. Na. Talán most jó lesz. Ezeknek a csúszkálásoknak lehet, hogy nem volt értelme. Mi? Meg! Jó, hát ezt még egyszer már nem kezdem előről, az biztos. Ki a fáját. Nem vált vissza. Hát ezt utáltam mindig ebbe a kurva Aston Martinba régebben is. Nem vált vissza. Hát miért nem vált vissza? Hát... Így úgy megy, hogy mit valami tehén. Olyan hangot ad ki. És akkor nyomom, hogy váltson vissza, és... Hát csattal is a váltókat, és csak így... El van. Jó van akkor. Többet nem megyek veled. Egyébként egy kaput el lehetett volna találni. Hát a nyugérzék az most csődöt mondott sajnos. Csúnyán. Kapukat elvéteni bűn, de a kapufát döngetni is felesleges. Gyönyörű. Ez szép volt. Igen. Na most akkor erre fog elmenni jó néhány pont. Erres. Gyerekek. Francba. Nem baj? Nem baj. Most már igazából mi szórakozunk ezzel. Jó ez így, oké. Oké. Annyit teszünk még, hogy bemegyünk Barcelonába, és megnézzük, hogy az ellenfelek milyen fejlesztéseket hoztak. Nem, hogy miért, hanem, hogy
Ennyit. De legalább a gumikezelésünk mostantól már jobb lesz. Az azért az... Az azért jó. Elég jó dolog. Na. Hát az Aston Martinnal azért tettünk egy kisebb lépést az élmező irányába. Jó van. Gyerekek. Oké. Okay. Jó. 228 pont. Úristen. Na kérem szépen. És 8-ak vagyunk. Te jó ég. Hát. Igen, ugye ez a harmadik hely. Azért máshogy nézne ki egy kicsikét a dolog. Meg hát. Vagy nincs meg hát. Fú, amúgy nagyon ilyen ingadozó az egész, így egyszer jó, egyszer nem jó, jó, nem jó, nagyon rossz, most meg nagyon jó. Hát Alonsoval konstruktőri negyedik hely meg lehet akár. Amúgy igen. Sitti Paldi felhozta a csapatot a hatodik helyre. Hát igen. Igen. Jó versenyző. Így van. Év közepére bajnok esélyesek leszünk. Hát egyénibe. Hát igazából Imolát Stroll nyerte meg. Monakót meg mi nyertük meg. Verstappen Monakóba, Imolába, Miamiba elvérzett azt lett. Hát jó, Miamit azt nem mondanám azért, de... Ne is beszéljünk ezekről a dolgokról. Jó, álmodozni persze azért lehet, meg kell, meg szabad, de... Nyilván nem meglepő egy ilyen nagy díj után. Hát holnap amúgy... Szerintem letoljuk Spanyolországot, Kanadát, Ausztriát. Minimum. Hát ez három olyan pálya... Te jó atya úristen! Tehát a spanyol, nagyon szeretem én személy szerint, kicseszett jó vonalvezetése van. Meg hát ugye itt új vonalvezetés van. Ugye a célegyen sávfordító, tehát a hármas szektort azt átalakították. Egész menő. Kanada. Hát az meg Kanada, ott meg ott is azért van bőven változás, főleg az utolsó szektor ott is, ugye a célegyens ráfordító a bajnokok falával együtt. Ausztria meg hát Ausztria. Hát ez... Magáért beszél szintén. Őrületes. Úgyhogy nagyon király lesz a holnap is. Ja igen, és akkor hát tegnap elmaradt az adás végi ilyen kis elemzés. Hát én nem tudom. Ha valakinek van valami kérdése, hogy valami esetleg valami kicsit úgy konkrétabb kérdése, hogy játék a kapcsolatban, szívesen elmondom, hogy mit gondolok. Hát most így hirtelen nem is tudom, talán így, hogy látom a tabellát, eszembe jutnak a dolgok. Nagyon-nagyon ingadozó igazából. A játék, hát azért Monakóban láttunk, hát szóval... Hát na, vannak hibák. Vannak hibák. Talán nem merész kijelentés azt mondani, hogy ha az új fizikát, az új autókat és az új pályákat, ha letakarom, akkor szinte semmi változás, sőt, a lejtmeneten továbbra is megy lefele a színvonal. A lejtőn továbbra is megy lefelé a színvonal. Ez egészen egyértelmű. Tehát, hogy a piros zászló befolyásolja a végeredményt, elvett tőlünk egy dobogót,
Azerbajdzsánba, Imolába utolsó lettem, aztán 14-nek ír, meg más egyéb versenytársak is. Megkavarodtak ott végül. Ennyi. De talán olykor-olykor vannak olyan helyzetek, amikor mintha jobban lehet-e csatázni az ellenfelekkel. Szerintem, de... Hát Imolába például, hát azt a nagydét azt érdemes megnézni. Az egész versenyt, az csak a versenyt. Hát nem, időmérőt. Az esős, az egész időmérőt, úgy pörgetve. Rendkívül beszédes. Ilyet, fele ilyet nem tapasztaltam a 22-es, meg bármelyik játék. Ezzel nem azt mondom, hogy az jobb volt. Az a játék, mert nekem mindig a legújabb, a jobb. De, hát ilyen, tényleg a fele ilyen nem volt szerintem. És akkor így egyben talán valamennyire válaszoltam Borailló a kérdésedre, hogy a nehézségi szint milyen. Hát a kigyorsítások azok úgy egészen jók, viszont egy bizonyos idő után megint előjön, mint hogyha lenyomnák a második gázpedált. Ott vagyok rajta az ellenfél autóján, nyomom a gázt, az R-est, a DRS-t. Hát jó, mondjuk nyilván, hogy az ellenfélnek is van DRS-e, más tészta. De én olykor sokszor érzem azt, hogy mintha ott két gázpedállal menne az ellenfél. Kerékvetők minősége? Egyértelmű jobb. Persze. Minden lényegében jobb, szerintem, ami az irányítást illeti. Én úgy gondolom, minden téren jobb, ez nem jelenti azt, hogy ez jó. Mert azt nem tudom, hogy mi a jó egyébként, azt teszem hozzá gyorsan, jelenleg nem tudom. Mi számít jónak egyáltalán egy Forma 1-es játékba? AI rendszer? Mennyire zavaró, hogy változtatták, vagy észre sem lehet venni? Mire gondolsz pontosan, Anonymous? Attól függ. Az AI-k fékezése? Igen. Hát féktávokon, hát például Miami-ban volt az nem egyszer, hogy féktávon azért előztem, mert úgy mentett, mert nem volt más hely, amerre tudnék menni, és olyan korán, vagy nem most, nem, hogy, tehát annyira lelassítják az autójukat, hogy ilyen gyökkettővel ráfordulnak az egyenes, utána meg bekapcsolják a sugárhajtóművet, azt ott hagynak a francba. De féktávon meg szinte fölökleled őket olykor. Ezt Miami-ban nagyon nehéz volt megemészteni például. De ki tudja, hogy más pályán mit fogunk tapasztalni. Lehet, hogy csak itt van gond. Lehet, hogy sima karrierben például ezek eltűnnek majd, vagy kevesebb lesz. Lehet, hogy ez a My Team-es kocsi egy rakásszar. Volt már ilyen nem egyszer, hogy a sima karrier, a My Team-es, meg a Breaking Point-os autó között óriási eltérések voltak. Tehát itt nem egy-két tizedes különbség, hanem másodperces különbség. Egyrészt, másrészt meg vezethetőség. Tehát, hogy stabilitás. Szóval vannak érdekes dolgok. Tehát meg az, hogy Monte Carlo-ba kijössz a boxból, melyre ugye nincs hatásod, nincs befolyásod, kijön a boxból ugye a gép, és letöri a szárnyad lényegében, mert ugye átalakították Monte Carlo-t, és gyanítom nem gondoltak arra, hogy ott ugye My Team karrierben milyen meglepő, te vagy a 11. csapat, és te vagy a box utca legvégén, és olyan ívbe fordul ki az AI az autódra, hogy belefordul a falba. És tehát ilyen 10-ből 5-ször letöri a szárnyad, 10-ből 5-ször meg nem. Mi dönti el, hogy letörik-e, vagy nem törik le? Mi dönti el? Ez is egy érdekes jelenség, érdekes kérdést vett fel. A beállításokat azt simracingsetup.com oldalról töltöm, vagy másolom ki lényegében. Hát úgy egy-két ilyen apró módosításokkal.
Ja. Ennyi igazából. De nagyon nagy trükközések nincsenek igazából. Egy kapta fa nagyjából az összes. Már-már. Sokat változott a fizika. Igen, egyértelmű. Jobb az irányítás szerintem. Hát jobb. Én jobban élvezem. Force feedback ugye nyilván változott. Sokat szerintem sokat változott. Hát nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon, nagyon jó érzés vezetni az a Forma 1-es autót. Kurva jó érzés. Főleg itt most Monte Carlo-ba volt zseniálisan jó. Akkor... VSC-t és a safety card kevésnek érzed? Aha, hát... Én nekem eddig egy rendben volt részemről, de hát ez szerintem egy ízlés kérdése. Hány ponton van? 33. MyTeam-es kocsi és a driveres, a sima karrieres másabb? Ezt tesztelted le, hó, akkor ezek szerint? Ha driver karrierben vagyod, gyorsabb a kocsit, mint MyTeam-ben. És vezethetőségre, stabilitásra milyen a balansz? Arra gondoltál, hogy az AI jobb döntéseket hoz két eszitukba, meg a gyors megoldó képességük mennyire változott a tavalyhoz képest? Na, jó kérdés. Hát... Hát ma például Imolában volt olyan, hogy... Hogy nem éreztem teljesen... Hát... Imola az ilyen nagyon ilyen fura volt. Azt lehet, hogy nem is kellene igazából, hogy nagyon ilyen téren boncolgatni. Szerintem jobb, igen. Picikét biztos, hogy jobb, igen. Szerintem jobb, jobban lehet versenyezni velük. De hát, tehát olyan volt már például, Imolában volt olyan, hogy a safety car mögött voltam, és egyértelműen interes volt már a pálya. Tehát, tehát a gumit szárazról eső gumira kellett váltani. Én kijöttem, ők nem jöttek ki. Bejött a safety car, illetve nem jött be a safety car. Utolsó pillanatban bejöttek gyorsabb boxba, és én meg átvettem a vezetést. Hát, hogy azért a megoldó képesség azért az ilyen téren még biztos, hogy ilyen téren nem változott. De amikor versenyhelyzet van, amikor kerék a kerék ellen is ott van, akkor szerintem igen. Egyértelműen. Ja. Hát szerintem Monaco miatt volt futamgyőzelem. Ádám, igen. Ja, idejében nem próbáltad ezt a MyTeam-es és a sima karrieres autónak az összehasonlítását. Aha. Oké. Okay. Simracingsetup.com az oldal neve, ahonnan nézegettem a beállításokat. Jó, mert ott mellékelnek hozzá magyarázatot is például, meg érdekes, tanulságos is egyben. Hát angol. Egyébként teljesen a leírás, az oldal, vagyis inkább az oldal nyelvezete, inkább azt mondom. Rendben van, Márk. Megbeszéltük. Holnap reggel 6 órakor jelenik meg a játék. Konzolra viszont éjféltől. Igen, tényleg? De érdekes. Szamár vezetőt használsz, de néha piros vonal közepén is lehet fékezni, néha meg előtte kell 20 méterre. De mióta kijött 23 nálat próbálom feltérképezni, hogy mit sikerült változtatni, mit nem. Esőre való reagálásban még van mit fejlődni az AI-nak, de nem rossz úton haladnak. Hát ja, így van, így van. Hát most az, hogy milyen úton haladnak, az arra nem tudok mondani semmit. Arra talán az előbb, hogy mondtam is valamit.
Hát na, azért az a helyzet, hogy hát itt olyan visszagondolva, itt nem tudom, hogy milyen megállapodásokat kötnek a játékfejlesztővel egyes tartalomgyártók, de hogy füligérő szájjal tálalta némelyik ezt a játékot, én úgy gondolom, hogy az óriási átverés volt. Egészen döbbenetesen. Tehát olyan tartalomgyártók, akik többet esetleg többet, jóval többet foglalkoznak a játékkal, mondjuk, mint az átlag játék felhasználója. Hát némelyiket nagyon meg tudnám pofozni. Tehát azért döbbenet, hogy hát mondja el, most nem tudja elmondani, vagy akkor miért vállalja el, vagy mit tudom, nem tudom. Tehát, mert az a baj, hogyha folyamatosan mindig ez az őrületesen nagy hype keltés van, és ehhez mindig mindenki asszisztál füligérő szájjal, akkor lehet, hogy soha nem lesz ennek vége, legalábbis folyamatosan azt a hatást kelti bennem, hogy ennek soha nem lesz így vége. Így, Supra, így. Hát még sokkal inkább így. Igen. Rosszul jelzi, hogy kid milyen kerék van. Hát... Basz. Hát most nem tudom, erre csak annyit tudok mondani, hogy... Hát ez évek óta így van. Egyre inkább így. Na de... Nem akarok elvenni azért ennyire ilyen érvágós irányba. Azért jól érezzük magunkat, én úgy gondolom. Hát vannak, Imolában én ordítottam, mint a fába szorult féreg, az biztos. Ez egy kegyetlen kemény nagy díj volt, meg Miami-ba is szentségeltem azért úgy gondolom rendesen. Frissítést nem szabad várni. Játékkal kapcsolatban szerintem. Úgy kell szerintem felkészülni, hogy ez van. Ennél... Hát nem tudom. Én így vagyok vele mindig. Engem nem érdekel, hogy jön-e patch már. Egyáltalán nem érdekel. Semmit nem számít. Semmit. Semmit az égvilágon. Nem szabad vele foglalkozni. Tehát vagy így... Megszöksz, vagy megszoksz. Tehát mindig ez van ennél a játéknál. Tehát csak ez a kettő létezik. És az egyiket eldöntöd, akkor ha megszokod, úgy döntesz, akkor nem szabad itt várni patchet. Dehogy is. Semmi nem számít. Semmi. Hát, Ricsi, jelenleg úgy érzem, hogy nem. Jelenleg. Én most jelenleg úgy nem igazán érzem úgy, hogy ezt meg tudnám oldani, úgyhogy az szintlépés is lenne egyben. Szia, Zsolesz! Hát igen, meglett Monaco. Ja, világos, amit mondasz, Levente. De nem értek vele egyet.
fülig érő száj alatt nem feltétlenül azt ér, tehát figyelj, amikor én hiába is bármennyire is kemény kritikákat megfogalmaztam az elmúlt hetekben, amikor ugye elkezdtek kiszivárogni az éterbe az F1 23-as tartalmak, akkor kemény kritikákat megfogalmaztam. És azokat egy tartom mai napig igazából. Abszolút. Viszont azért néhány alkalomnál volt, hogy rájöttem, hogy azért baszki, azért megint sikerült átvernem magam. Tehát, hogy megint úgy éreztem, hogy azért átverem magam, te jó ég. De hát vagy így, vagy sehogy nem lehet vele játszani igazából. Tehát ez van. Nincs másik, nincs alternatíva. Szóval, na nézd oda, itt elkalandozom már mindenfele, fülig érő száj alatt voltam, hogy... Szóval én is örültem meg, hát most is örülök, hát tök jó, óriási, örülök. Itt van, nyomjuk. De hogy... Korábban is, ahogy említettem, én értem egyébként, hogy egy tartalmat azért nem lehet csak úgy közzé tenni, hogy például volt olyan fickó, aki föltett kérdéseket, kurva jó megfogalmazta, talán a Game Riot, vagy nem is tudom mi annak a csatornának a neve, nem vagyok benne biztos, egy elég nagy csatorna, aki elmondta az újdonságokat, és kurva jó kérdéseket föltett, hogy ez elegendő, meg hogy ez most így mi, meg hogy ez jó lesz, biztos, meg hogy az lesz, mint eddig, meg hogy mi a helyzet. Tök jó, tök jó. Nem azt mondta, hogy szar, meg így, meg úgy, hanem így háttérre rendelkező információknak köszönhetően egy tök jó kérdéseket megfogalmazott. Na. Volt öröm és boldogság? Hát Monakóban volt, de előtte nem. Nem sok. Főleg Imolában. Egy 1.4-es verziója a játék? Az jó. Igen, nekem is tegnap óta. Miért nálad 4-5 óránként crash-el a játék? Olasz. Wow. Ilyen téren szerintem nincs nagy probléma. Hát max annyi, hogy mint Monakóban, hogy most volt lag, és akkor kaptunk emiatt egy büntetést. Az azért csúnya volt. Hú, bassza meg. Levert a víz azért rendesen. Na. Jaj, most kicsit azért, hogy... Nem örülök ennek azért, hogy... Na mindegy, végülis, na hát most ezekről a dolgokról sajnos ilyenkor beszélni kell, csak... ezeket nem lehet máshogy, tehát nem lehet füligérő szájjal itt beszélgetni ezekről a dolgokról, itt most véresen komoly dolgok vannak. Ezeket meg kellett vitatni, meg kellett beszélni, és akkor mindig azt ígérgettem, hogy adások végén majd beszélgetünk a játékról. Mi a helyzet, mit gondolok róla, de hát itt nagyon-nagyon sok víznek azért le kell folyni még a Dunán, hogy teljesen tiszta képet lássunk róla. És sok víz le is fog folyni majd a Dunán, erről gondoskodom.
tisztában, hát megtapasztaljuk, kitapasztaljuk a játékot, hogy mi a helyzet. Na. Olasznak lopott gépe van, ja? Jó van akkor. Jó van. Minden napra jut valami meglepetés, igen. Ja, holnap már péntek. Ja, hú, basszus, tényleg. Na, örülök neki, Zoltán. A randinap ment a levesbe. Ment hát, persze, holnap jövök ugyanúgy 10 óra 8 percre, aztán megfejeljük egymást, szokás szerint. Konzolosokkal játszottam 22-es játékba, igen. Crossplay verseny lesz-e? Hát, szerintem majd valamit majd kitalálunk. Valamilyen menetelés majd szerintem lesz. Kipróbáljuk a F1 World-ot, azért csak ki kéne próbálni. Hát azt mondjuk azért, azt se fogja patchelni, de hogy patchelni, nem? Hát, tehát még én próbálok, azért én is optimistán egyben naiva hozzáállni, hogy majd megoldják. Nem, de hogy? Mi? Hogy? Mi? Mi van? Na, nem szabad. Olyan, amilyen, kész, neked kell patch. Mindent, mindig mindent nekünk kellett patchelni, nem így volt? De, így van. Ennyi. Itt a HUD, akkor a korábban ugye az AI mod, mely által még jobb lett az AI 22-es játékba, vagy mit lehetne még fölhozni? Passz, nem tudom, rengeteg dolog volt az elmúlt években. Hányas a szemem? 8-as. Sehányos. Látok én. Nem vagyok szemüveges, tehát jó a szemem. Csak azért hordom a szemüveget, hogy ne fájjon ennyi idő után a szemem. És nem is szokott. Meddig tartott megszoknod az a micsodát? Az assist off-ot. Hát ez nem tudom, sokáig. Sokáig. Hát egy ilyen, nem tudom, 4-5 év? Nem. Nem, hát mindig tanulsz igazából, de... Hát egy, nem tudom, egy fél óra. Na jó, befejeztem. Egy ilyen... Nem tudom... Az a baj, hogy nagyon rég volt már. Hát egy néhány hét talán azt lehet mondani. Talán azt. De hát így szép fokozatosan kapcsolgattam ki mindent. Hát egy 5-6, Robi, valami ilyesmi. Hát 5 minimum, inkább azt mondom. E29 korbány? Tökéletes. Persze. Az alá nem szabad venni. Én szerintem. Vagy esetleg valami hiper jó áron lévő Thrustmaster. De akkor nagyon jó áron legyen a használt piacon. A G29 az jó, de... Na, hát most vezetéstechnika kérdése. Hát azért állam törtek el G29-ek. Hát 2. Mi az a GVM? Vagy ki? Agresszív vagyok. Az, egyébként igen, ugye amikor dülöngélek jobbra-balra és feszült a kormány. És... Most szivattok? Mi van? Ez egy
Valaki? Valami bulvárhős? Ja. Bucsár Edinának a barátja. Ki az a Kulcsár Edina? Nem, őt azt nem tudom. Valami szépségkirálynő volt. Valamikor. Hát azért az ilyeneket tudom. A férje? A férje. Aha. Ja. Énekes. GVM. Passz. Énekes. Hogy nem hallottam róla. Kurva. Hát az ilyet nem szabad mondani. Nem ismerjük. Valószínű. Hogy eltértünk a témától. Nem hiszem el. Opera énekes. Hát akkor lehet azért nem hallottam. Há, szivattok mi? Hát nem ismerem, hát nem barlangba élek, hanem szatyorba. Múltkor hallottam valami fura fickónak, valami magyar srác, fiatal énekes. A unokatestvérem, csaj unokatestvérem mondta, hogy azt mondja Jude Law. Hát mondom, az meg az egy színész. Azt mondja Jude Law. Mondom, mi van? Hát ezek a színész. Azt mondja, az magyar énekes. Mondom, mi van? Hát, és azt mondja, mondom, az hogy kell? Hát mondom, azt úgy kell írni, hogy Jude Law. Jude Law, Soaked Law. L, A, W, azt hiszem. És nem, így, hogy mondom. Hát akkor így azért... ledöbbentem. Hát mondom, ez mi? Hát ez... hogy? Húha. Hát jó, hát most nyilván nem akarok átmenni a személyeskedésbe, meg semmi ilyesmibe, de... na, hát ez így valahogy így... hát nem tudom. Ki vagyok én? Nem az én asztalom. Na, inkább ilyenekről beszélgessünk. Ez nagyon jó. Ez jó. Hát ez igen. Zeneipar 2015 megállt. De már 2000 után is csak ritkán született jó zene. Öreg vagyok már, ja. Hát nem szoktam az ilyeneket, azért próbálom ezeket szűrni, mert... na... Nem hiszem, hogy egészséges. Ez így... valahogy így nem... azt vettem észre, hogy nem... hogy mondjam ezt finoman? Lehet nem is kell finoman fogalmazni. Így van, én csak mulatos szoktam nyomni. Hány éves vagyok? Hát 45. Ezt nem tudtad? Úristen. És így udvarolsz nekem? Mondjuk te meg 21 évesen özvegy vagy. Ne, 20... várjál, mennyi vagyok? Az meg. 29. Mi? Hát 94-ben születtem. Április 30. Mikor lettem én 20... hogy? Hát 28 voltam legutóbb. Most akkor 29? Ne basszatok. Hát én eddig azt hittem 28. Nem szoktam figyelni ezekre, nem szeretem ezeket a születésnap, meg ilyen marhaságokat. Másnak van, de... nyilván tudom, mindenkinek ez nagyon fontos, de én úgy... örülök, mikor valaki azt mondja, hogy boldog születésnapot, meg névnapot, meg mit tudom én. Nagyon örülök, tényleg meg is köszönöm mindig hálásan, de engem nem érdekel. Április 30, az anyja büdös 700-át. Ezt nem hiszem el. Tized letagadhatok? Hát igen. Csak ismernem kéne ezeket az énekeseket, az opera énekeseket.
opera énekeseket. Hát igen, lassan a B oldal fog pörögni. Így van. El kell kezdeni gyártani a foci csapatot, meg ilyesmi. Bizony. Tizet. Simán. Csak nem a korából. Szép. Szép. Mondhatom szép. Jó van. Ez igen. Én még csak 22 vagyok, hál' Istennek, de már kezdődnek a derék problémák. Na, az nagy baj. Azonnal tegy ellene. Én is voltam így. Hát az nem jó. Nagyon nem jó. Az nem enni kell ellene, bakker. Ilyen előadókat is, hát külföldieket szoktam igazából. Vagy hát nem tudom, vegyes, abszolút vegyes amúgy, nem. Én magyar filmipart is szeretem, nagyon sok magyar filmet, sőt, talán összes magyar filmet láttam. Jó, nyilván a nagyon-nagyon régiek közül is persze láttam, de ott az összeset azért nyilván nem, de Tüskevár, meg ilyen mit tudom én, ilyesmiket azért persze, tehát talán alapmű, meg is mondhatjuk, de hát az a mai ilyen bulvárhősöket én nem szoktam. Ezeket már én nem követtem. Talán a mai... Hajrá a tata, éljen a párt. Hát gyönyörű. Köszönöm szépen, Gangsta, negyedik hónapot. Köszönöm szépen. Hát a mai énekesek közül, itthoni énekesek közül talán ezt a Azaria nevezetű fickót ismerem. Nem tudom. Hát ő csapból is folyt. Hát azért, ha valami megindul, megengedik a csapokat, azért akármennyire is szűröm, meg úgy lököm el minél több dolgot magamtól, átjön a szűrőn sajnos. Hát nem, mint hogyha ő ártott volna nekem, vagy bárki más, csak egyszerűen nem vagyok én kíváncsi ezekre a dolgokra. Tehát, mert valahogy így nem, kész, nem. Nem, én nem, nekem ne játssza senki magát. Nem szeretem. Inkább nézek egy filmet. Figyelj, ez olyan, mint a pankráció, basszus. Azért nem szeretem a pankrációt, mert meg van játszva az egész előre, hogy meg van koreografálva, olyan kurvára mű. Viszont amikor egy filmet néz, az meg nyilvánvaló, nem hazudik. Nem hazudnak, hogy az egy mese. Úgy ülsz le, hogy az egy kitaláció. És kész. És valahogy ott... Ennyi, kész. Most az, hogy valaki okoskodik, meg mit tudom én, meg miket csinál. Sokszor egyébként én is össze-vissza játszom az eszem, de fordítva, már én... Tehát én magamat biztos nem nézném. Az kurva élet. Hát ez már bannoltam volna a csatornát, meg reportoltam volna, az biztos. Simán, komolyan. Holnap folytatjuk az F1 maratont, még szép. A pankráció nem igaz? Hát az nem. Sajnos nem. Ne arra úgy, proxy. Olyan, mint a Forma 1, meg van játszva, hát mindig Verstappen nyer, így van. Vazalia. Hát, úgyhogy... Nincs ezekkel egyébként az égvilágon semmi gond. Azért félreértés ne essék, azt tiszt. Nem lehet elégszer talán ilyenkor elmondani, hogy nincs az a gond, hogyha nekem legalábbis, hogyha valaki meg ezt kedveli, szeret más életével foglalkozni. Vagy lehet ezek az emberek amúgy pont nem is olyanok. Nem tudom. De nekem nincs az a gond. Ha valaki másnak az életét szívesebben éli, mint a sajátját. Hát ez van. Az jó, neki jobb, valahogy jobb. Vagy, hogy mondjam. Hát csinálja, hát most... Ne haragudj, Zoltán! Így van. Meglett az érettség, aztán jöttem ingyen élősködni. Ennyi már, hát ez a meta. Kész. Hát mit gondoltál? Mentem kubikolni egyből? Mentem volna inkább kubikolni? Hova gondolsz? Egy év vissza.
bomba ledobva. Nem létezik a Mikulás. Hát... Pincéből sikítás? Nem tudom. Jó estét, Zsepol. Tarkoltásnak tudlak elképzelni. Jó van. Jó. Jó, menő. Nem, én tehergépkocsi vezető lennék. Komolyan. Olyan. Komolyan, viccen kívül. Teher autósofőr. Vagy kamion, vagy tény, daruskocsi, billencs, valamilyen. Siva. Vezetés az... Szeretem. Nagyon. Fúra egy kamionos alkat vagyok? Na, ennyi. Télakorbánnyal. Ja, jó ifa, így van. Hogy de. Hát, hál' Istennek azért volt, hogy megadatott az a lehetőség, hogy ilyen mini fuvarokban részt vettem, mint sofőr. És hát ez szenzációs. Meg hát így nőttem föl, hát... Én régebben is, tudom én, tehát én sokszor volt kormány a kezeim között igazából is. Ezért így megszerettem a vezetést. Tehát engem soha nem érdekelt, hogyha mit tudom én, 8000 kilométert le kell vezetni, hát akkor menjünk, baszki, nyomjuk. Hát most kurva jó. Mész, nyomod, haló. Föl az autópályára akár. Az autópálya azért az kemény cucc. Azért be lehet állni rendesen. De amikor meg forgalom van, az jó. Nyilván. Hát kamionosként az nehéz lenne autópályán menni, ott konstans mindig 80-90, nem tudom mennyivel mennek. És folyamatosan csak mész. Hát azt a kurva. Semmit nem tudsz csinálni, csak fogod a kurva, ez nézel ki a fejedből. Mit tudsz csinálni? Itt. Ugye? Megőrülnék. Hú! Megőrülnék. Az durva lenne azért. ETS-be se szerettem régebben menni soha autópályán. Bizonyos ideig jó, de amikor ott vagy, akkor így... Na jó, menjünk már le. Menjünk már le innen. Ezért lenne jobb inkább a sima daruskocsi, vagy terautó, vagy valami... Minden olyan, ami nem kamion. De mégis nagy autó. Összekeversz Lajossal, Bodoki, szerintem. Én nagyon régen ETS-eztem. Évek óta nem. ETS-2-zni az anyóson. Pihenő, mint az egyik TikTokosnál. Igen? Jézusom, az komoly. Jó durva dolgokra értem ide, nincs Mikulás, Bala, ingyen élő, Bakker Mik vannak. Hát, és még mennyi mindenről maradtál le, Zsepa? Te jó ég, ha azt tudnád. Azta. Bizony. Persze, hát így az a legjobb egyébként, amit szeret csinálni. Hát az a legjobb. De mindenbe ki lehet égni. Mindenbe. Szerintem. Én úgy gondolom. Nekem legalábbis ez az észrevételem. Mindenben, tényleg. Mindenben. Ezért kell, mint egy párkapcsolatba. Tudatosan odafigyelsz rá, és szünetet hagysz. Kis, mindig szép kis szüneteket. Egy reset, baszki. Hát ez nem csak egy párkapcsolat, meg más dolgoknál van ilyen, nem más dolgoknál. Na, nézd oda, nem csak párkapcsolat és más dolgoknál kell reszetelni, hanem mindennél kell reszet. Hogy visszaálljon egy nullás szintre az agyad, a mentális állapot, hogy ne az legyen, hogy veszel egy Suzuki-t, aztán később hozzád vágnak egy Trabantot, totál ingyen, és azt mondod, hogy hülye vagy te, lenézel, normális vagy. Hanem, hogy örülj neki. Azért érdemes... Ezeket szerintem így azért úgy tudatosabban odafigyelni ezekre a dolgokra, hogy
talán azt hiszem az a nagy pókeres srác mondta, hogy az a Dan Bilzerian, vagy nem tudom, hogy kell mondani a nevét. Ő mondta, hogy egyszer kapott valami Mercedes-t, aztán nagyon rosszul érezte magát. Hát mi az, hogy Mercedes kap? Hát ő ugye, neki az gagyi. És nem azt akarom ezzel mondani, hogy egy szarházi ember, hanem hogy hát tanulságos. Hát neki az a normális, hogy mit tudom, Ferrari-kkal megy, vagy mit tudom, mit mondja, Bugatti-kkal. És azért kell olykor egy olyan napot tartani, hogy így nyugi, baszki, nyugi. Semmit, valami rendkívüli csinálsz, hogy utána, ha visszatérsz a korábban és a nagyon szeretett dolgodhoz, akkor ugyanazzal a lelkesedéssel tud csinálni. És ne az, hogy mindig nyomod, és akkor az meg mókuskerék, jaj. Hányszor hallani ezt? Na, indul a mókuskerék. Hát ne induljon, az ne induljon be. Hát oda kell rá figyelni nagyon. De hát ezeket azért... De most én is itt okoskodok, azért félreértés ne essék, nem értek én azért ezekhez annyira, csak jó lenne, hogyha értenék. Jó lenne, hogyha iskolákba tanították volna ezt, nem csak nekem, másoknak is, vagy tanítanák most. Nekem már az is nagy elégtétel lenne, hogy na legalább már most tanítják mondjuk. Nem csak mindig ezt a sok szart, hogy magold be, és akkor nem is tudom, hát az meg zombi leszel, mire elvégzed az iskolát. De valaki meg, olyat is hallottam nem egyszer, hogy valaki meg imádja. Imád tanulni. Hát az meg csináld akkor. Én meg nem. Nem. Szeretek én is tanulni, de tehát az, hogy most hogyan, nem is tudom, most milyen példát hozzak föl. Hogyan kell deriválni, vagy mit tudom én, mit mondjak. Hát ez menj a francba. Minek? Mihez kell az? Légy szíves. Mondjuk ez lehet, hogy pont valamihez kell, de számtalan olyan dolgot lehetne mondani, ami pont soha senkinek nem fog kelleni majd az életbe. De hogy ezek tehát nem tudom fölfogni, egyszerűen képtelenségre tartom én személy szerint, hogy ez hogy tud valakit érdekelni, hogy tud boldogsággal eltölteni ezek a kurvára haszontalan dolgok. Vagy nem vagyok azon a szinten, hogy megértsem azt, hogy ez ahhoz kell, hogy mit tudom én, te legyél a következő Szent Györgyi Albert. Előfordulhat. Fene tudja. Érdekes dolgok vannak. Na, de örülök egyébként, hogy elvittük azért ilyen irányba a beszélgetés, mert azért hát bármennyire is beszélgettünk itt az F1 23-ról, egy ilyen kis gyors, rövid elemzést csaptunk róla. Azért mentünk itt, kalandoztunk minden irányba. Igazi hullámvasút volt, mint a mai nap. De úgy gondolom, hogy... De hogy, hát mint ahogy a mai nap, azért a csúcsó hagyjuk abba. Óriási. Óriási. Te leszel a következő C-vitamin. Egy szó, mint 100, ma csütörtök van. Óriási megfigyelés. Holnap pedig péntek. Ezt azért érdemes észben tartani. Ráadásul országos, tehát résen kell lenni, mert péntek az, hát meg tanévzáró, nem? Vagy az már mindegy. Az már talán rég meg volt. Na, hát akkor nagyon közel állsz hozzá, Márquez. Óriási. Jó van. Most érettségizel, és most realizáltad, hogy 12 év után végre szabad kezet kapok, vagy hogy nem lesznek a napjaim monotonok, hogy mindig ugyanaz megy. Hát ez rajtad áll. Igazából rajtad áll. Nagyon-nagyon-nagyon rajtad áll, hogy mihez kezdesz. Mennyire teszed. Hát most bármibe fogsz, minden tud monoton lenni. Rajtad áll, hogy most monot hagyod, hogy az legyen, vagy hogy ne legyen az. Tanévzáró az, munka ezerrel. Mi ez a hajnali stream? Szia, Karmi. Semmi, már itt sem vagyok, már megyek már. Persze.
Hogyne. Hát csak itt okoskodtam egy kicsit. Rég volt már ilyen okoskodás. Aztán megragadtam az alkalmat, hogy itt mindenkit kioktassak egy kicsikét arról, hogy milyen őrületesen nagy gondolataim vannak. Vár az asszony, így van, még Arankát el kell vernem. Ja, így van, Adika, így van, így is kell, én is így szoktam. Hát most, ha megtehetitek, és nem ütitek meg a bokátokat, akkor ennyi. De ha megütitek, akkor meg ez van, akkor csinálni. És akkor látok, van bízva. Na mindegy, nem szólok abba már bele. Küldjem ki a kertbe ásni. Hát, mire kimegy a kertbe addigra? Nem is tudom. Holnap reggel lesz addigra. Köszi, Gergő, átadom. Igyed meg a kakaódat. Rendben, úgy lesz. Úgy lesz bizony. És végre holnap úgy fogunk mi formaegyezni, hogy minden fasza. Nem kell a háddal szarakodni, hanem csak egyszerűen nyomni, és kész. Minden oké. Okay. Nincs igazam? Hát... Végre. De jó ez így. De azért majd valamit majd nézek itt a háddal kapcsolatosan, hogy hát ha lehetne még valami pluszt kihozni ebből, mert szerintem van még azért ebbe potenciál. Van bizony. Na. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatásokat, skacok, én elköszönök. Holnap meg találkozunk. Hát azért most egy picit hamarabb távozom, ahogy az elmúlt napokban volt, talán egy picikét többet is pihenek. Azért ma már néha-néha azért beszéltem marhaságokat. Többször a szokásosnál, tehát ezt így értem. Olyan nap még nem volt, hogy ne beszéltem volna hülyeségeket. Tudom nagyon jól. Nagyon jó estét kívánok mindenkinek. Várok mindenkit holnap is sok szeretettel. Holnap már jönnek a szabad edzések, sistergősen, szombat este, időmérő, egyben F1 kibeszélő, vasárnap este, verseny, tehát Forma 1 kibeszélő, úgyhogy fullos hétvége lesz, kérem szépen, fullos hétvégével megfejeljük a nyarat, óriási, úgyhogy lesz minden is. Köszönöm még egyszer a megtisztelő figyelmeteket. Jó éjszakát mindenkinek, és érezzétek jól magatokat. És vigyázzatok magatokra, ami talán mindennél fontosabb. Szevasztok! És üdv mindenkinek, papá!